Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket a legújabb Business Live adásban. A mai témánk egy picikét izgalmas lesz, mondhatni az egyik kedvenc témám, méghozzá ez lesz. A tökéletes csali termék ismérvei, amivel több tízezes e-mail listát is építhetsz. Na de menjünk is szépen sorjába, nézzük meg, hogy mi is az a csali. Megmutatom, hoztam egy kis meglepetést, szóval csali lehet ez, meg ilyen, akarom mondani, nem ez a csali, hanem amit a marketingben használunk. Szóval a csali termék az azt jelenti, hogy az embernek elkérjük az e-mail címét, illetve a keresztnevét, hogy a későbbben be tudjon neki kommunikálni. Ez a termékpiramisnak az első fontosabb lépése, nyilván az ingyenes kiáramlás mellett. Azért fontos csali terméket készíteni, amit már mondtam is, hogy el lehessen kérni a keresztnevet, e-mail címet, hogy aztán később be tudjunk az embernek kommunikálni. Viszont ma összegyűjtöttem neked 15 olyan pontot, ami alapján te létre fogod tudni hozni a te saját tökéletes csali terméked. De még mielőtt ebbe belevágunk, nézzük meg, hogy mi is pontosan a célja. Az egyik a bizalomnövelés. Szóval, hogyha te elkezded felépíteni a te csali terméked, akkor nagyon fontos, hogy az olyan minőségű legyen, és olyan tartalmat adj át, ami a másik félben, a feliratkozóban kialakít egy nagyon magas bizalmat a te irányodba. Ez itt is nagyon fontos, hogy ne egy ilyen kókler semmit adja a feliratkozást követően, egy ilyen kétoldalas, egyszerű dokumentumot, ami nincsen megdizájnolva, és így tartalmilag is egy romhalmaz, mert azzal csak a bizalmat fogod csökkenteni. És pont az lenne a célja, hogy ezt növeld. Aztán a következő, hogy a tudásod megmutatása, átadása. Szóval mutasd meg, hogy igenis te egy szakértője vagy az adott iparágnak, és hogy érdemes téged követni, és hosszú távon aztán megvásárolni is tőled. Aztán a következő, hogy kialakuljon az emberben a még-még-még érzés. Hogyha elkezdesz minőségben csali termékeket gyártani, amit odaadsz a feliratkozóidnak, akkor az emberben az fog majd kialakulni, hogyha ingyen ilyen terméket adsz neki, akkor ők még többet akarnak majd te tőled tanulni, nyilván már pénzért. És a következő ilyen fontosabb célja, hogy tovább vigye a feliratkozót a belépő termék megvásárlása irányába. Nagyon fontos, de erről majd a későbbiekben. Nézzük meg, hogy milyen típusai vannak a csali terméknek. Én kettő nagyobb kategóriára bontom. Van a minimál típusú, illetve van az elárasztásos technika. Ezt az elmúlt szerintem 2 évben legalább 50-szer mondtam, és az 50-ből kb. 49-szer csak másodjára sikerült normálisan kimondani. Ez most sem volt másként. A minimál típusú csali termék azt jelenti, hogy kb. Tényleg egy oldalban, vagy nagyon-nagyon röviden, mondjuk egy 3 perces videóban egy értékes tudást adsz át a te célcsoportodnak. Akkor a másik fele az elárasztásos technika, amikor egy tonnányi videót, egy tonnányi munkafizetet, oktatóanyagot, mindent adsz ingyen egy e-mail címért cserébe. Ilyen mondjuk az én business challenge-em, a 60 részes videósorozat, ahol 60 videót adtam tök ingyen, és mellé egy 80-valahány oldalas munkafizetet. Ez egy csali termék, amitért csak az e-mail címet kellett megadni. Na de akkor csapjunk is bele. Nézzük meg, hogy mi ez a 15 pont, ami alapján neked fel kell majd építeni a te csali terméked. Az első, hogy egy valós és konkrét problémát oldjon meg. Még egyszer, egy valós és konkrét problémát oldjon meg. Ennek nyilván az az alapfeltétele, hogy te ismerd a célcsoportodat, tudd, hogy neki mik a problémái, és erre egy pici-pici kis célproblémát válasz ki, és arra adj egy részmegoldást. A másik... hogy részmegoldást ad, de nem lakik jól vele a célcsoport. Gondolj csak bele, hogy nem tudom, mennyire szoktál te horgászni, de tegyük fel, hogy ott a te kis etetőanyagot, és bedobálod a tó kellős közepére az etetőanyagodat, mondván, hogy majd mennyire sok halat oda fogod, vagy oda fogsz vonzani, és ezáltal egy csomó hal majd a horgodra fog akadni.
De hogyha túletetsz, akkor azzal nem teszel jót, mert az halak jól laknak már csak az etető anyaggal, és szépen megkajálnak, aztán ott hagyják a te csalidat, és nem fognak majd ráharapni. Ugyanez vonatkozik erre a pontra is, hogy ne adj akkora nagyon nagy értéket, hogy az ember azt mondja, hogy gyakorlatilag egy az egyben tök ingyen megadottad az ő problémáját, ezt ágába sincsen tőled rendelni. Ez nagy hiba szokott lenni. A harmadik, hogy egy gyors és vagy nagy eredményt ígér. Például így fogy le 10 kilót egy hónap alatt. Nagyon fontos, hogy a gyors és vagy nagy eredmény az ténylegesen valós legyen, és ne csak így durogtas, ez tényleg, ezeket tud teljesíteni. A következő, hogy nagyon specifikus, konkrét legyen, a célcsoportodnak szóljon. Nagyon-nagyon sokszor látom azt, hogy olyan csali termékeket hoznak létre a bizonyos iparágakban, ami ilyen nagyon-nagyon puffogtatós. Az egyik legjellemzőbb, ami már szerintem 10 éve nem működik, hogy iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj a legújabb akcióinkról. Ez most mennyire specifikus, és mennyire konkrét, és mennyire szól a célcsoport problémájáról? Semennyire. Addig csürt csavard a csali terméked, amíg erre a 4-es pontra egy pontos választ nem tudsz adni. Az ötödik, egyértelmű és könnyen befogadható legyen az ajánlat. A landing oldalaknál szokott lenni egy 5 másodperces teszt, ami arról szól, hogyha kész a landing oldalad, akkor mutasd meg akár egy ismerősödnek, barátodnak, leendő ügyfélnek, és hogyha 5 másodperc alatt, mert tényleg úgy néz ki, hogy fogod a monitort, felnyitod, 1, 2, 3, 4, 5, lecsukod, ebben az 5 másodpercben át kellett mennie annyi információnak a látogatónak, hogy el tudja mondani, hogy kinek szól ez az adott ajánlat, mit tartalmaz, és hogy mit kell tennie, hogy ezt meg tudja szerezni. És ugyanez vonatkozik a csali termékre is, hogy legyen könnyen befogadható, könnyen megérthető. Erre nagyon jó megoldás szokott lenni, hogyha egy mock-up-pal ábrázolod a csali terméket, mondjuk, hogy egy PDF-et ajánlasz fel ingyen, akkor arról legyen egy olyan grafikai megjelenítés, mint hogy egy könyv lenne, pedig csak egy PDF-et küldesz majd el. A hatodik pont, hogy könnyen fogyasztható, könnyen hozzáférhető legyen. Hogy le tudja tölteni azt a PDF-et, vagy meg tudja nézni az adott videót. Hogy ne kelljen neki ide meg oda beregisztrálnia, meg lemenni a boltba, aztán átmenni a másik szomszédhoz, hogy aztán majd valahogy megkapja a te csali terméket. Nem. Megadja a keresztnevet, e-mail címet, már ott legyen akkor a PDF, vagy már ott akkor a köszönő oldalon ott legyen a te videód, és ne kelljen neki keresgélnie, ne kelljen neki plusz információkat megadni, legyen, vagy azonnal kapja meg akkor az ember a csali terméked. A hetedik pont, hogy legyen magas az érzékelt értéke. Az érzékelt érték az azt jelenti, hogy te árulsz valamit valamennyiért. Nyilván a csali termék az ingyenes, de mondjuk, hogyha egy belépő terméket árulnál mondjuk 2000 forintért, akkor egy olyan ajánlatot dolgozd ki, ami a leendő vásárló szemében az egy sokkal magasabb érzékelt értékkel bírjon. Mondjuk 14.000 forint értékű ajánlatot kapjon meg 2000 forintért. Ebben az esetben nyilván ingyen kapja meg az ember a csali terméket, mégis azt érezze, hogy mintha ő fizetne azért, hogy egy annyira értékes ajánlatot állíts neki össze, hogy megérje neki megadni a keresztnevet, e-mail címet. A következő pont, a nyolcadik, túlteljesítés. Nagyobb értéket kapjon, mint amit ígértél. Nagyon fontos, hogy mindig, de ez a termékpiramis bármely szintjén alkalmazható legyen, hogy amit ígérsz, annál mindig egy picit többet adj majd. Ezért nagyon fontos, hogy a PDF-ed vagy a videód az olyan minőségű legyen, amire az ember azt mondja, hogy látszik azért, hogy beletette egy 10-20 munkaórát, hogy ezt a PDF-et megcsinálta. Ne csak, hogy oda hányd azt, amit te nagy nehezen megírtál, vagy felvettél videót. Az legyen tényleg minőségi, és mindig adj neki plusz valami ajándékot, valami plusz teljesíts túl. Mert gondolj bele, hogyha a feliratkozó megkapja a te csali terméked, és az az érzése lesz, hogy basszus, ingyen ilyen értéket kaptam, vagy ilyen minőségi anyagot kaptam, akkor mit fogok kapni? Pénzért, majd, hogyha fizetek érte. És ez minden szinten nagyon fontos, hogy mindig adj valami többet. Legyen valami olyan wow, vagy ilyen hűha érzése
az ügyfélnek, vagy az olvasónak, vagy a vásárlódnak, mert akkor mindig az által fog majd a későbbben újra vásárolni tőled. A 9. pont, azonnali kielégítést nyújtson. Ez a csali termékeknek a nagy esetében igaz, viszont nyilván néhány-néhány esetben ez nem megvalósítható. Nyilván egy oktató videóból, vagy egy receptkönyvből, hogy az ember elkezd egy edzésprogramot megcsinálni, nyilván nem lesz azonnali kielégülés, hogy elolvassa az adott PDF-et, és hú, fogytam 6 kilót. Nyilván nem erre gondolok, hanem már csak maga az információ, vagy a tudásnak a megszerzésével ő azt érezze, hogy igen, a birtokába jutott egy olyan információnak, amit az előtt nem tudott, és viszont a te átadott tudással, meg viszont megszerezte azt az adott információt, és ezzel felvértezve, karöltve sokkal jobb eredményt fog majd tudni elérni az adott témakörben. Nagyon fontos, ezt már mondtam, hogy ha adsz bármilyen anyagot, akár ingyen, akkor az felpozícionál, és megmutasd, hogy te értesz a szakmához. Sokszor látom azt, hogy nagyon sok kezdő beleesik ebbe a hibába, hogy ad valamit, ami viszont inkább hát a hozzá nem értéséről ad tanúbizonyságot, ami viszont nem jó, mert az rombolja a bizalmat. Teljesíts túl, inkább dolgozz többet, inkább tegyél bele 20-szor több munkaórát, viszont az, amit kiadsz magad vagy a kezed közül, az legyen tényleg nagyon penge anyag. És azt érez az ember, hogy te értesz tényleg a szakmádhoz. A következő az a felpozícionálás, amit az előbbiekben is már pedzegettem, szóval az anyagoddal pozícionáld fel magad szakértői státuszba. Érezze azt az ember, hogy tőled érdemes tanulni, téged érdemes követni, és hogy te ténylegesen meg fogod tudni oldani az ő problémáját, ergo tényleg pozícionáld fel magad. A 12. könnyű megszerezni. Keresztnév e-mail cím. Vagy sőt, olyat is láttam elég gyakran, vagy látok elég gyakran, hogy csak egy e-mail címet kér be az adott feliratkozó landing oldal a feliratkozótól, mert azt gyakorlatilag beírja az e-mail címet, egyetlen egy sort, egyetlen egy mezőt kell kitölteni, és már hozzáférhet az ember az adott anyaghoz. Aztán a későbbi kommunikációkban meg be lehet kérni a keresztnevet, be lehet kérni egy telefonszámot, be lehet kérni más-más adatot. A lényeg, hogy az első érintésnél a lehető legkevesebb adatot kérj be, hogy a lehető legkönnyebben hozzáférhessen, vagy megszerezhető legyen az adott csali termék. A 13. pedig legyen meg az integritás, hogy kapcsolódjon a termékedhez, szolgáltatásodhoz, amit a későbbiekben el fogsz adni. Van a termékpiramisnak egy olyan építési modellje, ami fentről lefele való építkezés jelent, ami azt jelenti, hogy az exkluzív, a legdrágább, legkomplexebb, legnagyobb csomagot talált ki először, és abból vegyél ki egy pár dolgot, akkor abból lesz meg a főtermék, abból vegyél ki egy pár dolgot, abból lesz a belépőtermék, és abból vegyél ki egy pár dolgot, abból lesz a csali termék. Mert ezáltal meg lesz egy íve, meg lesz egy integritása a termékeknél. És mindig az érzése legyen az embernek, hogy kapott egy értékes anyagot tőled, viszont legyen benne az, hogy hú, de jó lenne, hogyha tovább tudnék menni, és mondjuk ezt meg ezt is meg tudnád oldani egy adott termékkel. Mert akkor nyilván akkor ott lesz a belépő termék, aztán utána meg ott lesz a főtermék, és végsősoron pedig ott lesz majd az exkluzív ajánlatod. Szóval legyen egymásra épülőek ezek a lépések. A 14-es nyilván előkészíti a belépő terméket megvásárlását, hogy még többet akarjon tudni az ember tőled egyenes irányba továbbvinni a belépő termékhez, és ezt úgy lehet megcsinálni technikailag, hogy feliratkozást követően már egyből egy belépő termék sales oldalát tudod felajánlani az embernek, hogy vegye meg akkor a belépő terméked. Általában egy olyan 15-20%-os konverzió szokott lenni egy belépő termék sales oldalán. Gondolj bele, hogy 100 feliratkozóból a nap végére lesz 20 vásárlód 1-2000 forintos termékkel, és ezáltal ingyen tudsz hirdetni kb. Vagy az, amit beleteszel hirdetési költségbe, a belépő terméknél már egyből vissza is jön, hogyha ezt a módszert alkalmazod. A 15. pont, hogy legyen egyedi, csak nálad legyen kapható. Nyilván ne egy tucat terméket kezdj el gyártani, hanem legyél valamilyen úton, módon te egyedi, formáld úgy a te csali terméked, amit tényleg abban a formában csak tőled lehet megszerezni, csak abban a formában. Kb. Így ennyi, és nyilván nem szeretnélek itt
panagon hagyni, úgyhogy most adtam egy csomó-csomó támpontot, és nem adok konkrét mintákat vagy példákat, hogy mi lehetne a csali terméket, ezért összegyűjtöttem 13 darab csali terméket, amit már mától el tudsz kezdeni megvalósítani. Az egyik, a leggyakoribb az az e-book, vagy egy PDF íromány, ez lehet akár pár oldalastól egészen a 60-80-100 oldalas írományig, amit ingyen tudsz neki adni. Fontos, hogy ez az e-book, ez legyen nagyon-nagyon szépen megdizájnolva, ne csak egy ilyen egyszerű, üres Word dokumentumot küldj át a feliratkozónak, illetve ezt jelenítsd meg majd a landing oldalon egy mockup formájában. A következő az egy oktató videó, vagy pedig videósorozat is lehet, hogyha szeretsz videózni, vagy akár ha nem szeretsz videózni, de úgy látod, hogy a te iparágatban érdemes lenne videózni, akkor ez egy nagyon jó csali termék lenne, vagy lehet, illetve gyakorlást teszi a mestert, ne az legyen a fontos, hogy most hol tartasz, hanem hogy hova gyakorold a videózást. Ha viszont mégiscsak óckodsz, akkor érdemes lehet akár egy sima hanganyagot felvenni, nyilván akkor az arcod nem kell vállalni, felmondasz egy hanganyagot, ott bele tudsz vágni, és ezt is fel lehet használni csali terméknek. A következő, tarthatsz webinárt. Amerikában ez irgalmatlan jól működik, a magyar piacon is egyre több szakértő, illetve üzleti tanácsadó alkalmazza a webinárt, mint csali termék, nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Lehet ingyenes konzultáció. Gondolj csak bele, létrehozol egy csali vagy létrehozol egy landing oldalt, és arra feltezed ezt csali terméknek, hogy add meg a telefonszámod, e-mail címet, és ajándékba kapsz egy 30 perces konzultációt. Nagyon-nagyon-nagyon jól működik, az elmúlt években is több tucat ilyen több száz konzultációt tartottam így. Lehet egy checklista. Mit kell tenned, hogy le tudj fogyni? Vagy például, mit lehet tenned annak érdekében, hogy fel tud építeni az első vállalkozásod? 50 pont. Ezt a közeljövőben ki is fogjuk majd adni. Nagyon jók ezek a checklisták. Lehet lépésről lépésre útmutató. Mit kell tenni, hogy le akar fogyni? Itt van, erre figyelj, meg erre figyelj, ezt hagyd el, így csináld azt, és a végén pedig le fogsz fogyni. Lehet teszt vagy kérdőív. A több iparágban is láttam már ilyen teszteket, kérdőveket, illetve az én anno az életmódváltó iparágamban is ezt jól alkalmaztuk, és brutál jó konverziót értünk el egy ilyen quiz funnellel, 83%-os landing oldal, aminek a csali terméke ez a quiz funnel volt. Rohadt jó. Lehet kalkulátor, például kalkuláld ki, hogy hány millió forint félretett pénzre van szükséged, hogy passzívan meg tudj élni mindenféle munka nélkül. Egynek nem rossz. Vagy akár hány kalóriát kell bevinned egy nap, hogy ne hízz tovább, hanem elinduljon maga a fogyás. Ezek a kalkulátorok is nagyon-nagyon jól működnek. Lehetnek kuponok. Itt egy 2000 forintos kupon, amit most 24 órán keresztül be tudsz váltani a webshopunkba. Egy pár 10.000 forintos terméknél az a 2000 forintos kupon az szerintem bőven belefér, érdemes alkalmazni. A mai napig én úgy látom, hogy ezek a kuponok nagyon-nagyon jól működnek, mint csali termék. Lehet interjúk vagy riportok. Keresd meg az iparágadban egy nagy szakértőt, vagy egy gurut, akit nagyon-nagyon sok ember ismer, és készíts vele egy interjút. Akár egy ilyen 40-50-60 perces interjút vagy riportot, amit viszont csali termékként tudnál értékesíteni, e-mail címért megnézhetik az adott interjút. Nagyon jól működik ez is. Lehet folyamatábra. Nekem még a marketing kivitelezős bizniszemben a salesfunnel.hu volt egy sales funnel tervrajz, amit le tudtak tölteni, és ott volt egy egész folyamat ábra, hogy milyen úton, módon lehet eljutni a nulláról, addig, hogy az ügyfelek automatizáltan jönnek az adott céghez vagy vállalkozóhoz, hát ott is több ezen láthatóték kb. 3 év alatt, szóval az is nagyon jól működött. Vagy lehet online munkafizet, egyszer megcsinálsz egy egész jól összerakott munkafizetet, ilyen mondjuk az onlinemarketer.hu-n a munkafizetem nagyon-nagyon jól működik, az ember letölti, kitölti, és akkor ott lesz már akkor egy kézzelfogható fontos-fontos dokumentum, amivel akkor ő meg tudja tenni a szükséges lépéseket a célja elérése érdekében. Ez lett volna akkor a mostani mai Business Live, remélem, hogy hasznosnak találod, vagy tartottad. Minden szerdán 7 órakor Business Live, kövess minket a YouTube-on, illetve az Instagramon, a Csont Attila néven keresem. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot! Sziasztok!